Üdvözlet mindenkinek! Ma egy régvárt dologgal szeretnék foglalkozni, ez pedig a felső vezeték a terepasztalon. Előre bocsájtom, hogy nem vagyok vasúti szakember, legfőképpen pedig nem felső vezetékes, ezért ne várjátok el, hogy olyan szakmai részletekbe menjek bele, ami kívül esik jelenlegi tudásomon. Ebben a videóban elsősorban a saját tapasztalataim és meglátásaim alapján próbálom ezt a témát körüljárni, a vasútmodellező szemszögéből. A felső vezeték minden villamosított vasútvonal kötelező kelléke. Ezt megjeleníteni a terepasztalon viszont komoly feladat, és jellemzően kompromisszumokat is kíván. Ha egyszer már láttunk felső vezetékes terepasztalt, vagy készítettünk a saját asztalunkra felső vezetéket, akkor utána bizony picit ferde szemmel fogunk nézni azokra a létesítményekre, ahol ez az elem hiányzik a villanymozdonyok mellől, illetve felől. Ebben a videóban az alapokkal fogok foglalkozni, hogy majd a következő részben áttérjek a gyakorlati megvalósításra is. Szerintem elsőnek még a rendszer kiépítése előtt tisztázni kell magunkban néhány fontos kérdést, és az elvárásainkat hozzá kell igazítani a lehetőségekhez. Elsősorban szerintem a digitális vasútmodellezés térhódításával a felső vezeték már csak dísz funkciót tölt be, onnan áramszedés ugyan lehetséges, de az egyébként is érzékeny digitális dekóderrel ellátott mozdonyok tápellátását én nem feltétlenül bíznám a vezetékhez, csak két ponton érintkező áramszedőre. Így azt már a legeslegelején tudomásul kell venni, hogy bármilyen rendszert építünk ki, jó eséllyel csak díszként fog funkcionálni. Amit szerintem érdemes még tisztázni. Egyszerű vagy komplex rendszert tervezünk. Lesz-e vezeték is kifeszítve, vagy csak az oszlopokat helyezzük fel? Tervezünk-e felengedett áramszedős üzemet? Tervezünk-e egyéb kiegészítő berendezéseket? Egyedi vagy előre gyártott felső vezetéket szeretnénk? Nézzük akkor sorban ezeket a kérdéseket. Egyszerű vagy komplex rendszer. Mit értek ez alatt? A Fiesman könyv, amire sokszor fogok még hivatkozni, külön kitér erre. Ott egyszerűnek írják azt a megoldást, amikor valamilyen szinten nélkülözzük a váltókörzeteknél a feszítő oszlopokat, és az elváló vágányok vezetékeit egyszerűen csak kiágasztatjuk egymásból. Ilyenkor nem, vagy csak korlátozott mértékben jelenítjük meg a nagyvasúton alkalmazott megoldásokat. Ennek az az előnye, hogy kevesebb vezeték és oszlop felhasználásával valósíthatjuk meg a rendszert, viszont így le kell mondani a teljes élethűségről, hiszen ilyen a nagyvasúton nincs. Komplex vagy profi rendszernél már a valósághoz hűen próbáljuk meg kiépíteni az oszlopokat, a vezetékeket és a különböző megoldásokat. A megfelelő kiágasztatásokat is úgy oldjuk meg, ahogy azt a valóságban az egy-az-egyben is történik. Ennek a rendszernek a hátránya a bonyolultság és az ár. Lesz-e vezeték, vagy csak oszlopokat telepítünk? Hát persze, hogy lesz vezeték, vágnánk rá rögtön. Viszont érdemes megfontolni, hogy egy nagyobb állomáson, vagy akár a nyílt vonalon is a vezeték felszerelése után a tisztítás komolyabb odafigyelést igényel, illetve nehézkessé válik bármi olyan dolog, ami a vezeték nélkül könnyen megoldható, mint például kocsik, mozdonyok felhelyezése, terepépítési munkák, és bármi, amiért le kell nyúlnunk a sinek szintjére. Sok külföldi modellező, illetve még kiállítások is, mint például a Miniverzum, pont ezek miatt dönt azon kompromisszum mellett, hogy az oszlopokat ugyan felállítják, azonban a vezeték nem kerül fel. Ha belegondolunk, kicsit távolabbról nézve a nagyvasúton is jellemzően csak az oszlopok a hangsúlyosak, a vezetéket közelebbről szemlélve lehet csak látni, mert arányaiban elég vékony. Sokan azért is választják ezt a megoldást, mert a gyári vezetékek jellemzően sokkal vastagabbak, mint amilyenek méretarányosnak kell lenniük. Ennek oka, hogy a méretarányosan hajszálvékony vezetékek nehezen kivitelezhetőek a megfelelő stabilitással, komoly feszítés nélkül. Ezért inkább azt a megoldást választják, hogy akkor nem szerelik fel a Boomfordinak ható gyári vezetéket. Ebben a kérdésben szerintem nincs rossz választás, mindegyik megoldás érthető és észszerű kompromisszumokon alapul. Tervezünk-e felengedett szedős üzemet? Hát erre is rá lehetne vágni kapásból, hogy igen, de azért itt is egy kicsit árnyaltabb a helyzet szerintem. A felengedett szedős üzemhez nagyon precízen megépített rendszer szükséges,
és még így sem zárható ki az, hogy ott, ahol 99-szer elment a mozdony, századjára elakad a szedő. Ilyenkor, főleg a tapadó gyűrűs mozdonyoknál nem fogjuk tudni elég gyorsan megnyomni a vészleállítót, és garantált a szedő vagy a felső vezeték valamilyen szintű sérülése. Ebből az áramszedő az, ami a nagyobb gond, hiszen számtalan olyan mozdony van, például V63-as vagy Flirt, amihez gyakorlatilag lehetetlen cserealkatrészt beszerezni, és egy törött szedős géppel azért nem szívesen él együtt az ember hosszú távon. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie szerintem, hogy vállalja ezt a kockázatot, de érdemes megfontolni azt is, hogy nem ok nélkül közlekedik rengeteg asztalon és kiállításon is leengedett szedővel a legtöbb villanymozdony, még akkor is, ha ki van húzva a felső vezeték. A másik, amit érdemes még meggondolni, az pedig az alagút. Hogyha van a létesítményünkön alagút, akkor két lehetőségünk van. Vagy kifutatjuk a mozdonyok áramszedőjét az alagút portál bejárata után, vagy bent is kiépítjük a felső vezetéket végig. A kifuttatáshoz hely fog kelleni, legalább 10-11 cm a sínkoronától, hogy az áramszedő teljesen ki tudjon nyúlni biztonsággal. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy így biztosan nem fog elakadni a szedő sehol, feltéve ha biztosított ez a magasság, viszont ha olyan az asztalunk, ahol korlátozott az alagútban a belmagasság, akkor ez az út nem járható. Ha végig kiépítjük a vezetéket az alagútban, akkor pedig kockáztatjuk az esetleg ott bent nehezen elérhető helyen történő balesetet, ugye ugyanúgy meg tud rongálódni az áramszedő és a vezeték is, hogyha huzamosabb ideig teker a mozdony, vagy nagyobb sebességgel akad bele valamibe az áramszedő, illetve megnehezítjük az alagút tisztítását is. Külön kihívás lehet a szegmensekből álló asztalon is megoldani az alagútban való vezeték kiépítését, ugye a szegmens határokon, vagy a rejtett tárolón a teljes felső vezeték kiépítését. Többek közt ezért nem lesz nekem se a rejtett tárolóban és az alagútas részeken felső vezeték, nem is tudom kifuttatni, és nem is tervezek felengedett szedős üzemet. Tervezünk egyéb kiegészítő berendezéseket. Itt azt kell eldönteni, hogy szeretnénk-e fázishatárimitációt, vagy egy alállomást, esetleg egy kisebb kapcsolókertet, mert ehhez még a terepépítés előtt megfelelő helyet kell hagyni. Egyedi vagy előre gyártott felsővezetéket szeretnénk. Egyedi felsővezeték esetén sokkal nagyobb a mozgásterünk, így mi készíthetjük el magát a hosszláncot is a saját igényeinknek megfelelően. Ennek a módszernek a hátránya viszont az, hogy rendkívül időigényes megcsinálni, és nagyon nagy tapasztalatot és precizitást igényel. A gyári megoldások telepítése egyszerűbb, azonban itt meg kell elégednünk a jellemzően vastagabb vezetékekkel és a standard oszlopokkal, továbbá azzal, hogy nem minden esetben tudjuk úgy kialakítani a dolgokat, ahogy éppen mi szeretnénk, hanem kompromisszumot kell kötni valamiben. Ennyit terveztem az első részben, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, a következő részben pedig megpróbálom a gyakorlati dolgokat elkezdeni bemutatni. További szép napot, jó modellezést mindenkinek!